Én is láttam már szúnyogot, idén még nem, de azt gondolom, hogy boldog az a település, amelyiknek ez a legnagyobb problémája. Persze nem akarom elviccelni vagy elbagatellizálni ezt a kérdést, hiszen én is ismerem azt a problémát, amit az embereknek jelent. Nekem is van újszülött unokám, tehát tudom, hogy milyen szinten keserítheti meg a sok szúnyog az emberek mindennapjait, és, a, és az, azt tapasztalom, hogy úgy képzeli el az átlag állampolgár ezt a szúnyog kérdést, hogy jöjjön már egy repülő, szorjon le valami vegyszert, aztán nyugodtan kifekhetünk a kertbe, meg lemehetünk a Dunapartra. Azonban ez sok szempontból nem így működik. Talán a legegyszerűbb, hogyha azt Elmondom, hogy ha kiírtjuk az összes rovart, ami a repülős megoldásnak a, a lényege, akkor rengeteg más élőlényt is megölünk. Ezért a, a korszerű védekezés a szúnyogok ellen az úgynevezett biológiai gyérítés, ami kizárólag és célzottan azt a ö, rovarfajt, a szúnyogot öli meg, a, amelyik ö, a mi életünket keseríti. A, ugyanakkor a másik problémás vonal, tehát a, a környezet tudatos megoldások mellett a másik gond, amivel meg kell küzdenünk, a másik probléma, amit meg kell oldanunk, hogy a védekezésért több szervezet felelős. A főváros az egy olyan, speciális konglomerátum, ahol 24 önkormányzat együttműködése szükséges ahhoz, hogy a nagy átfogó rendszerek, infrastruktúrák, mint a közlekedés, vagy a közművek, és még számos más dolog működjön. Logikus, hogy például a rákcsálóírtás, vagy a szunyoggyérítés egy kézben legyen. A, és hogy ne legyen ilyen egyszerű, van még a katasztrófavédelem, az országos katasztrófavédelem, a budapesti katasztrófavédelmi főigazgatóság és a, a, katasztrófavédelem, valamint a főváros, az a két szervezet, akinek ezt hivatalból végezni kell. Ugyanakkor a budafok tényben élő emberek természetes módon a helyi önkormányzathoz fordulnak, hiszen bennünket ismernek, tudják, hogy mi vagyunk azok, akik mindig elkövetünk mindent azért, hogy könnyebbé tegyük az életüket. Így aztán sokadik pupként ezt a problémát is megkapjuk, és logikusan múlt év novembere környéken elkezdtük szervezni azt, hogy a idei, a 2024-es védekezést megszervezzük. Ehhez elsősorban azt az információt akartuk beszerezni, hogy mikor és hol gyérit szúnyogat a fővárosi katasztrófa védelem, illetve mikor és hol végzi ugyanezt a munkát, és milyen eszközökkel a főváros. Pillanatnyilag még idáig nem jutottunk el, már mindenkivel hosszasan tárgyaltunk, és azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, de nem várunk másokra. Biológiai kétféle szúnyogról beszélünk, azt is meg, még el kell mondani. Vannak a hagyományos csípőszúnyogok a természetes vizek mentén, ezek az őshon, őshonos, akik zümmögnek a fülünkbe, azok a szúnyogok. Ezeknek az írtása a katasztrófa védelem feladata a Dunapart környékén. Szerintem egyébként tavaly ezt elég jól meg is oldották, és biológiai eszközökkel oldották meg. És vannak az új szúnyogfajták, az invazív fajok, az ázsiai típusúak, ilyen a nílusi, vagy pedig a tigris szúnyog, amelyik egész másképpen él egy kicsi helyen, akár nem hagyja el a szülőhelyét egy 200 méternél nagyobb távolságban, és mindig helyben termelődik újra. És a, az emberek, az átlagember még nem tudja, hogy kétféle ellenség van. És amikor ezeket az invazív fajokat írtjuk, akkor például a főváros, az, az a földről végzi, mikor ilyen terepjáró vagy traktor elhalad, és ilyen ködöt szór az utcán, az a földi kémiai védekezés. A, ha nincs járványveszély, tavaly volt, akkor csak a földről lehet védekezni. Tavaly egyszer már rendeltünk, és az önkormányzat rendelt légigyérítést is, az átmeneti enyhülést hozott, de igazán a megoldás a biológiai védekezés, mert az az előtt öli meg a szúnyoglárvákat, mielőtt kikelnének. Na hát ez a, ezek az alapvetések. Mi pedig, amint fölkészültünk arra, és előszerződéseket kötünk arra vonatkozóan, hogy legyen kémiai gyérítés földről és levegőből is, hogyha esetleg erre szükség van és engedélyezik a hatóságok. Illetve ami még fontosabb, hogy a biológiai gyérítéshez is hozzájárunk, Azért, hogy az emberek megszüntessék a pangóvizeket a kertjeikben, ezért létrehoztunk egy kiadványt, és ez pont most ö, jelent meg. A eheti városházi híradó mellékleteként hozzáférnek, persze elektronikus formában is a kedves nézők, hogy mi a teendő a ház körül, ö, hogyan lehet megszabadulni a pangóvizektől, és vannak olyan vizek, amiktől nem tudunk, meg nem is akarunk megszabadulni, mondjuk a kerti tavak és ehhez adunk fizikai segítséget, tablettát, úgynevezett Kulinex típusú biológiai védekező szert. Tudomásom szerint ez az egyetlen a piacon, ami nem vegyszerként működik, tehát ami csak a szunyaglárvákat írtja, és ez térítésmentesen veheti át a lakcímkártyájával mindenki, a önkormányzat, a polgármesteri hivatal, portáján korlátozott számba, de már megrendeltük a következő adagot, tehát remélem, hogy nem fogunk kifogyni belőle, vagy maximum átmeneti hiányidőszakok lesznek. Aztán a kiadványon kívül, meg a tablettán kívül, ahogy mondtam, a szerződéseink is készülnek, most versenyeztetjük, és nagyon számítunk arra, hogy együttműködjön velünk a katasztrófavédelmi védelmi főigazgatóság, illetve a főváros. Pillanatnyilag olyan problémáink vannak, hogy tehát mikor indul el a, a, köd, a kémiai gyérítés, mikor kezdődik a biológiai gyérítést. Ezt szakemberek állapítják meg, akik folyamatosan mérik, hogy van-e már szúnyoglárva a vizeinkbe, eddig jelentem még nem találtak közterületen, azt is sietek hozzátenni de pillanatnyilag olyan problémáink vannak, hogy vannak területek, ahova például, mivel védett terület, az se engedik be, aki számol. Tehát a, a egyik fővárosi védettségű Dunaparti szakaszra, ami nem lég lett védett, azt olyan feltételeket szabnak, 90 napos válaszadási határidőkkel, hogy, hogy azt se tudjuk földeríteni, hogy mikor jelennek meg a lárvák, és ezek pont Dunaparti Területek. Szóval küzdünk, mint mondani szokás pestiesen, mint disznó a jégen, de a legjobb tudásunk szerint, és annak ellenére, hogy nem a helyi önkormányzat a felelőse ezeknek, az itt élők érdekében mi mindent elkövetünk, és leginkább a partnereket, a valódi felelős partnereket próbáljuk rávenni arra, hogy végezzék el, és transzparens, áttekinthető módon végezzék a munkájukat, hogy azt aztán mi ki tudjuk egészíteni a saját eszközeinkkel.